Esküszöm, Viktória, ha tudnék valamit, elmondanám. Csak nagyon meg vagyok ijedve. Félek, hogy beleélem magam, aztán kiderül, hogy az egész nem más, mint egy álom. A lánya életben van. Jól van, ide kell adni a bal kezét. Így? Igen, 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 így jó lesz. Három csomót kell kötnöm a szalagból, maga pedig hármat kíván. Hármat kíván? Igen. Minden csomóhoz egy három kívánság. Egy csomóhoz egy. Összesen három kívánság. Aztán meg várjon, míg a szalag magától leszakad. Várja meg, ez nem csapda. Ez nem csapda, higgy el. A leggyakoribb kívánságok mondjuk az egészség, pénzszerelem. Maga egészséges, mint a kislánya. Pénze meg, ne haragudjon, van bőven. Szerelem? Szerelem. Szerelem. A szerelem eretvág, vagy mély labirintusba zár. Ott van a szemekben, tágra nyílva és barnán. A sorsokban, melyek szomorúak és bizottalanok. Te érted, kiáltok. Szeretlek. És megtalállak. Ott rejtőzöl a forgószél közepén. Ja, Istenem, mennyire szeretlek. Cuando el color de mi vida empalidece como una estrella que muere brillando en el instante preciso. Magyar hangok. Sörös Sándor, Menszátor Magdolna, Bozsó Péter, Götz Anna, Németh Kriszta, Mezei Kitti. A szerelem rabjai. További magyar hangok. Rosta Sándor, Varga Gábor, Kocsis Marian, Koroknai Géza, Kéri Kitti, Zsigmond Tamara, Pap Kati, Kajtár Róbert, Szórádi Erika, Rátonyi Hajni, Penke Bence, Nemes Takács Kata, Makai Sándor, Molnár Zsuzsa. Írta Marcela Citterio és Enrique Estevanez. Zenéjét szerezte Maxi Riquelme. Fényképezte Jorge Medina. Rendezte Carlos Luna, Gabriel de Ciancio és Pablo Ambrosini. Na? Na, mit gondol? Hát, szóval sem jutok. De tetszett? Tetszett? Mi? Hát ez a vers. Ez egy vers volt. Igen, tényleg? Ugye lehetett érezni rajta? Igen, persze, persze, rájöttem, hogy egy vers volt. És hol olvasta ezt a verset? Nem olvastam. Itt ültem, mielőtt maga bejött, és járt az agyam. És írni akartam, de nem igen. Ment. Aztán bejött maga, és az élet. Magának köszönhetem. Írjuk is le gyorsan, mielőtt eltűnik, mert abba belehalnék. Ha akarja, hogy maradjak, maradok, nem gond. He? Nem. A versre értettem, hogy ne tűnjön el. Maradjon itt és segítsen. Jó. Na jó, lássuk. Az első sor... Már nem tudom. Mindjárt. A szerelem eretvág. Igen, a szerelem eretvág, labirintusba zár mélyen. Mély labirintusba zár, és ott van, a tágra nyílt nagy szemekben. Igen. Ez az alakul már.
a tágra nyírt nagy szemekben, ott van a szemekben, és a sorsokban, melyek szomorúak, és bizonytalanok. Jó, igen. És bizonytalanok. És... Nem is. Te érted, kiáltok, szeretlek. Te érted, kiáltok, szeretlek. Te érted, kiáltok, szeretlek. És megtalállak. Ott rejtőzöl. Valahogy hosszabb mondat volt. És megtalállak. Ott rejtőzöl. Ott rejtőzöl. Ott rejtőzöl a forgószél közepén. Istenem, mennyire szeretlek. Pontosan? Igen. Egészen felvidított. Meg kell mondanom, teljesen felvidított. Ez az. Sikerült. Az. Köszönöm. És most pedig megyünk az irodába. Ez nagyszerű. Azt mondod, hogy a lányom él? Igen, így éreztem és kimondtam. Nem tudom, hogy miért, nem gondolkodtam. Ez elég baj. Gondolkodni kéne, mielőtt megszól az angyalom. Nagyon kényes ügyről van szó. Igen, tudom, ne haragudjon, kérem. Nem akartam rosszat. Nem, dehogy is, éppen ellenkezőleg adtál valamit. Reményt. És most arra van a legnagyobb szükségem. Remény. Kész meg kávét, vagy vége az ülésnek? Nem, ki kell tölteni az időt. Pacsékó gyanakvó. Még jó, hogy nem akar feljönni. Azt hiszi, pszichológushoz járok. Mondd csak, Barbie, mi van a szüleiddel mostanában? Jól megvannak? Nem. Egyáltalán nem. Ma reggel összevesztem anyámmal. A pofon helye még mindig fáj. Utálok veszekedni vele. Rémes dolog veszekedő szülők mellett élni. Tudom milyen, az én szüleim sem jöttek jól ki. Otthon maga volt a pokol. Még egy nap szerencsére úgy döntöttek, hogy elválnak. Mondhatom, ez volt a legjobb. Nem. Szerintem nem. Az én szüleim szerették egymást. Mindig jól kijöttek. Még apámnak nem lett szeretője, egy ócska pénzhajász. De ezen kívül nincs gond. A nagyapám meg 10 éve tart szeretőt. De nem is tudjuk, hogy ki az. A nagypapa nem veszi feleségül. Igen, de nem tudod, mit érezhet apád a nő iránt. Nem is ismered. Talán szerelmes. A férfiak nem veszik el a szeretőjüket. Soha. Na, ezt hallgass! Beszéltem az orvossal, aki ott volt a vajudásnál. Tudod, ott vidéken. Ezt most komolyan mondja. Igen, természetesen apám egyik barátja volt az illető. Látod, Norita, minden stimmel, őszintén szólva, én nem tudom elhinni, nem fér a fejembe. Hogy tehetett ilyesmit az apja? Nem értem. Jaj, engem is rosszul érintett, de ilyen az élet, Nora. Mondtam, hogy láttam apám szeretőjét. Az apja szeretőjét? De nem tud semmit a lányomról. Ó, ezt nem hiszem el, és milyen az a nő? Meséljen róla valamit, mindig kíváncsi voltam, hogy néznek ki az ilyenek. Hát... ez... nagyon meglepődtem, egészen másfajta nőt vártam. El kell ismerni, hogy elég művelt. Elegáns, stílusos. De most mennem kell. Mi az? Ja. Már is el... Igen, Nora, sok dolgom van. A nővéremet puszilom, szólj neki, hogy majd felhívom, rendben. Vigyázzon magára a nagyvárosban, mert már korán sem olyan biztonságos, mint régen. A nővére, Alejandro úr és az unokahúga Barbie mindenhová testőrrel jár, szóval vigyázzon, jó? Ne izgulj, vigyázzon. Tudok vigyázni magamra. Jó, de a vezetékneve Achával Urien, na? Tudod mit, Norita? Igen? Én már semmitől sem félek. Beállították a tévét, és itt a videó is, amit kér. Nagyszerű, remek, Laurita. Szüksége van más? Maga remek munkaerő, nem köszönöm. Na jó. Akkor megyek. Viszontlátásra. Most meg hová megy? Ha a filmet akar nézni, akkor... Milyen filmet munkaidőben? Megőrült? Megnézzük a reklámját. Mit? Nem. Mi az, hogy nem?
Mi az, hogy nem? Ne, ne, tényleg ne, keressen valaki mást, akivel megnézheti. Én zavarba jönnék, nem. Na nem, de Agirre, ne csinálja ezt. Az a reklámfilm jobban sikerült, mint vártuk. Még a rendező is újjongott, ne csinálja igen, ezt. Igen, gondolja? Nem is tudom. Agirre. Nem tudom, mert ha... Igen, tessék. Még egy perc. Ha? A szerződése. Szerződés? Ne, ugyan már. Dehogy nem. Itt a szerződése. Laura ad hozzá egy csekket a gázsi összegével. Na, mit szól? Csekket? Persze. Tényleg? Hát persze, mit gondolt? Hogy kizsákmányolom? Maga dolgozik, én fizetek. Nem értem. Mondja majd meg, helyese az összeg a csekken. Na jó, van, rendben. Jó. Ennyit a pénzről. Nézzük a videót. Jó, képzelje, a zene későn jön. Azt nézze! Jó reggelt, édesem, hogy vagy? Nagyon fáradt. Egész délelőtt fejtem. De örülök, mert a feleségem készítek egy friss matés tejet. Jaj, édesem, az időpocsékolás. Ma már a teljes életnek köszönhetően ihatunk maté ízesítésű tejet. Megkóstolod? Persze. Nagyon finom. Ezt fogom inni. Na hát. Ez a mátés tej, édesem. Hálalmas teljes életnek. Magával fogjuk eladni a mátés tejet. Az én arcommal? Igen, maga lesz a mátés tej arca. Igen. Csodálatos. Köszönöm. Pacsékó, jót tesz, hogy járok a pszichológushoz. Ráadásul... Szép jó napot. Jobban érzem magam. Sokat változtam. Igen? A terápia tényleg jó. Megtanítja az embert befelé figyelni. Annyi mindent találtam. Elmondtál mindent az orvosnak? Érted, mire gondolok? Igen, persze. Beszéltem mindenről. Helyes. Rólad is. Elmeséljem, mit mondtam. Laura! Igen? Itt van apám? Igen, az irodájában. Épp tárgyal. Jó, megvárom. Rendben. Kérdezhetek valamit? Persze. A testvéred mindig is zárkózott volt? Igen, mindig. Le kellene egyszer ülnünk együtt, hogy mesélhess. Például Pacsikó az iskolában, Pacsikó a lányokkal, Pacsikó meg a hódítások, Pacsikó meg a banda. Mesélt a zenekarról? Volt zenekarod? Igen, énekelt. Hosszú haj, kemény rock. Tapadtak rá a lányok, mutass fotókat. Pacsikó a vagány rocker. Ez sok. Ez a reklámfilm hatalmas siker lesz, Agirre. Igen, igen, képzelem. Jaj, na, ne legyen ilyen borulátó. Ugyan már, mit cserek, bocsánat. Tessék! Neki! Nem hiszek a fülemnek, hát hogy vagy? Már hazajöttél? Nagyon örülök neked. Jó lenne találkozni, igazad van, de annyi a munkám, hogy azt se tudom, hogy... Bocsáss meg, egy pillanat a másik. Tessék! Igen, Laurita. Kapcsolja be még ilyet? Neki, Tete van a másikon. Halló, Tete, hogy vagy? Éppen nekivel beszélek a másikon. Igen. De hát ez nagyszerű. Jól van a férjed, minden rendben? Igen, persze, neki is ezt kérdezte, de ki sem látszom a munkából, nem tudom, hogy... Borzalmas, ne? Hogy? Na jó, elég volt belőletek, elég! Jól van. Egy óra múlva találkozunk. Jó, akkor nem sokára. Jaj, de örülök. Na végre. Végre kimozdul valahol. Igen, a két barátnőm most jött vissza Európából. Fel akarnak vidítani, de annyira mások, mint én. De olyan jó velük. A baráti társaság jó dolog. Igen, nagyon jó, nagyon. A barátaim messze vannak. És ha meglátják ezt, vége a haverságnak. Ugyan, nem komolyan, mondja. De. Gabriela pedig még nem is tud erről semmit, úgyhogy lesz gond bőven. Figyeljen, jobb lesz, ha szól neki, mert holnapra tele lesz az arcával Buenos Aires. Mindenhol maga mosolyog. Hogy? Inés, mi a baj? Olyan zaklatottnak tűnsz. Ma tartom az első zongora órát Barbarának. Nem lesz baj, meglátod. Azonnal megszeret majd a család. Rövid idő múlva elmondhatod mindenkinek, hogy Santiago kedvese vagy, aki bolondul, érted? A családja a bolond. Meséltem, hogy Victoria felkeresett. Komolyan? És mit akart? Nem tudom, a múltat firtatta. Nem számít benne nagy ügy. Inés! Te is látod, amit én? Új mátés tej. Jó étvágy az Argentina. Igen. Tudom, küldtek valami ajándékot, igen.
Tessék? A kampány? Persze, de beszéljük meg máskor, jó? Hát hogyne? Rendben, minden jót. Ó, nem hiszek a szememnek. Ritkán jössz be hozzám az irodába. Beszélni akarsz velem, nem? Jól gondolod. Habár neked kellene beszélned velem, nem? Azután, ami tegnap történt. Rossz állapotban voltál. Remélem, többször nem fordul elő. Megígérhetem, hogy többé nem fordul elő. Ja. Na és te, megígéred? Micsodát? Hogy nem csalod meg többé anyát. Hoppla, mi történt? Mi történt? Nem teheti ezt velem. De mit tettem? Elvetette a súlykot. Ne haragudjon. Hogy ne haragudjon, de ez nem tisztességes. Mi? Nem voltam tisztességes? Tisztességtelen velem szemben, mert én nem akarom, hogy az én arcom a tévében... Mi az? Mi baja van? Most mi hogy megyek így haza a falumba? A fiúk azt fogják kiáltozni. Hé, Agirre, kérsz egy kis tejet? Na most hogy megyek így haza most a falumba? Mi ezzel a probléma? Nem. Ide figyeljen, nagyon jól na mutat ne. A reklámban, higgyel. Nem. Nézzük meg még egyszer. Na jó, nézzük meg. Persze, hogy nem. Mit nem? Nem. Könyörgök, Agirre, ne vegy ennyire a szívére. Ha legalább hús reklám lenne. Ez rendes reklám. Minőségi termékről van szó, ráadásul vidéki termékről. Mit akarna még? Könyörgök. Nem. Bocsánat. Igen, Laurita? Itt van a csekk, amit kér. Köszönöm, angyalom. Ne. Tessék, Agirre. Mi ez? A csekje. Nem kell. Milyen csekk? Nem, ez rengeteg. A reklámokat elég jól megfizetik. Akkor is ez rengeteg. Tessék. Tegyél, mert indulok a barátnőimhez. Várjon. Asszonyom. Mi van már megint? Tartozom magának. Kifizette a házunk jelzálogát, és én megígértem, hogy amint tudom, visszafizetem. Ezzel kezdem. Barbara, szeretem anyádot. Nagyon szeretem. Hát, elég furcsa szerelem lehet ez, apa. Szereted, de mással fekszel le. Ne beszélj velem így. Szeretem anyádot, teljes szívemből szeretem anyádot. És talán ő is lefekszik valaki mással? Nem, dehogy is. Itt én követtem el hibát, súlyos hibát követtem el. De többször nem fog előfordulni, ebben biztos vagyok. Olyan boldogok voltatok. Miért rontottatok el mindent? Miért? Nem tudom. Tényleg nem tudom. De megteszek mindent, hogy visszaszerezzem anyádat. Nem tudom, sikerül-e. Anya nem szokott megbocsátani. Légy szíves, ne mesélj róla Barbarának semmit. Jaj, jó, de azt hittem, te mondtál valamit. Nem, úgyhogy ezért szólok. Mi ebben a rossz? Miért szégyellek? Nem akarom. De olyan jó képű rockzenész voltál. Hosszú hajjal, döglöttek utánad a csajok. Adj egy puszit. Buta vagy, de Isteni és csodálatos. Okay, van két testvér. Szia. Eddig jól voltunk. Köszönöm. Sziasztok. De aranyos. Anya. Szia. Szia. Menjünk Agirre. Mi baj a anyádnak? Összevesztetek? Mi között hozzá? Alig vártam, hogy jöhessek Buenos Airesbe végre itthon. Istenem, annyira hiányzott a családom. Nem, te nem úgy van, ahogy mondod. Szerintem nagyon jó volt Európában, édesem. Mi volt olyan jó? Annyi minden hiányzik. A Moulin Rouge, hiányzik a Monte Carlo-i kaszinó. Ráadásul szerintem a gyerekeidnek eszébe se jutottál. De hiányoztam nekik. Na jó, Gionak biztosan, a hercegemnek. A hercegednek. A herceget többet utazik, mint mi ketten együttvéve a tenisz ürügyén. Na úgy, jó. Hogy, te megfigyelted. Megfigyelted, milyen csinosak az olasz férfiak tettek. Fiatok, lányok. Szia. Hogy vagytok? Nem hiszek a szememnek. Csodálatos! Hogy irigyellek? Légy csak, Páz! Igen? Az úrod veled van? Ki?
Neki hova gondolsz? Nem bázzal van. De igen, az úr velem van. Ez az úr ugyanis a testőröm. Igen. Jaj, ma este Errekalde kiállítására vagyok hivatalos, állítólag jó lesz. Nem szeretem Errekaldét, egyáltalán nem inspirál. Nem. Művészként sem, emberként sem, ő a hiúság eleven szobra. Nem tudom, én azért elmegyek. Szerintem maradj otthon, hiszen még csak most jöttünk haza. Dehogy maradok otthon, csak unatkoznék tettem. A férjemnek biztos megint a barátaival van programja. Honnan tudod? Neki? Észrevettem, amint megláttalak. De mit? Bevallhatod, mit csináltál? Ezt nem hiszem el, látod? Ez egy poszorka, egy külön érzéke van, hogy kiszűrje az ilyesmit. Botox, tetszik. Kérd nekem is egy időpontot. Rendben. Jaj, Páz! Mi az? Láttuk Párizsban Milagroszt, a lányodat. Jaj, az én drágaságomat, mi van bőle világát? Csoda szép igazán, de nagyon sokat tanul, kár az erőfeszítésért. Nem, tudja. Beszéld rá, hogy jöjjön haza, ne legyen ennyire távol hazulról. Jaj, lányok, bárcsak lenne beleszólásom. Igen. De hol van Agirre? Nem Agirre? Tudom. Agirre? Asszonyom? Igen, asszonyom? Itt van. Igen. Szeretném bemutatni a barátnőimnek. Örülnek. A hölgy Neki Triász. Kész Joko. Ő pedig Tete Alcortá. Juan Manuel Agirre. Nem akarok zavarni, bocsánat. Ő a testőröm, ugye kedves? Várjon, várjon, ne menjen el. Mi? Carmencita, tegyél egy hajpakolást Agirrére, de azonnal. Hogy? Jó volt a tegnap este. Igen. Jól éreztem magam. Igen. Én is. A múltkor, amikor valaki hívott, egy nő volt. De annak az ügynek már vége. Befejeztem. Azt akarom mondani, hogy várni fogok rád. Ne mondj semmit. Szeretném, ha tudnád, hogy én nem sürgetlek. De vagy. Megvárom, amíg... Jó napot! Jó napot! Jó napot, hogy van? Gabi, mit csinálsz te itt? Juan Manuelt keresem. Úgy bántál velem, mintha beteg lettem volna. Bezártál egy vidéki házba, elszigeteltél mindentől. Elszakítottál a szerelmettől. Kitől a szerelmettől? Igen. Igen, az a gazember elmenekült a felelősségtől. Ez nem igaz, mert te dobtad ki. Igen, kidobtam, de mit csinál? Keresed? Megvár téged? Nem, az egyetlen, aki segített, én voltam. Segítettél? Hogyan? Santiago, nem csengettek? Nem hallottam. Ez furcsa, mert a kapuőr azt mondta, Barbara új zongora tanárnője itt van. Egy pillanat, várjon. Nincs kedvem az unokám klimpírozását hallgatni, megyek. Jaj, megyek. Ugyan már. Micsoda ember, Istenem. Ajaj. Jó napot. Jó napot, váradjon be. Jól esik, ha kényeztetik az embert. Agirre! Agirre! Igen? Próbálja élvezni! Mi? Lazuljon el! Amikor kiöblítik a pakolást, meglátja, milyen szép lesz a haja. Fényes és lágyesésű. Káprázatos. Én zuhanyozáskor mosok hajat. Épp az a probléma. Ugyanis nem ajánlatos. Ezért száradnak ki a hajvégek, érti? A maga haja nagyon töredezett. Adja át magát a személyzetnek, értik a dolgukat nagyon jól. Nem hallom! Engedje el magát, és csak élvezze! Azután pedig manikűrjön! Agirre! Ha? Manikűrjön! Mi? Jaj, könyörgök, Páz! Mindent a világon tudni akarok erről az emberről. Nem vagy szívbajos.
Mondtam, hogy a testőröm, és elbűvölő. Igen, ezzel egyetértek, tényleg elbűvölő. Jaj, kérlek szépen, gyere velem ma este a galériába. Igaz, nem tudok neki, hullafáradt vagyok. Ráadásul mondtam, hogy ki nem állhatom azt a művészt. Jó pofiznom kellene vele, meg minden. Nem, nincs kedvem, édesem, inkább hazamegyek, beülök egy kád vízbe, aztán kialszom magam. Hát jól van, ahogy gondolod, végül is nem probléma. De kölcsön kérek valamit. Mit akarsz kölcsön kérni, mondd? Hát a testőrödet. Ma este magamnak akarom. De neki. Nézzenek oda. Halló, Pasquali úr? Halló, igen, itt Pasquali. Tarts a vonalat, adok valakit. Jó, tartom, köszönöm. Beszélj rajta. Mit mondjak? Mindegy, amit akarsz. Halló? Kihez van szerencsém? Hozzám! Nem tudom! Jaj, nem tudom, hogy nem akarsz bőrkarkötőt, jól állna neked? A bőrkarkötő pont hozzád való. Ki nem akar bőrkarkötőt, és miért? Nem mesélte neked? Mit nem mesélt? Pacsékónak régen idáig ért a haja, és rockzenekarban énekelt. Ugye? Szóval te rockzenekarban énekeltél? Barbie, végre! Itt van, megtaláltam a kontaktlencsédet. Rita, köszönöm. Jól van, ne köszönt. Menj a nappaliba, vár az új zongoratanárnő, menj csak szaporát. Már megint? Igen, már megint. És addig fogsz gyakorolni, amíg szépen nem bánsz azzal a nyomorult hangszerrel. Menj. Miről van szó? Szóval zenekarban énekeltél? Igen, de ez nagyon régen volt, egy rockbandában. Énekelj valamit! Mondd csak, milyen fajta zenét szeretsz? Kíváncsi vagyok az ízlésedre, a stílusodra. Ne beszélgessünk, inkább játszom valamit. Csak meg akarlak ismerni közelebbről. Én meg magára vagyok kíváncsi. Szeretném, ha játszana. Jó, ahogy akarod. Nézz így rám. Miért? Hogy nézek? Nem tudom, mindjárt elolvadok. Mit bámulsz? Látszik, hogy nem vagy közömbös irántam. Jó napot. Jó napot. Hogy szia. Van? Alejandro úrhoz jöttem. Azonnal szólok neki. Uram, bocsánat. Ő az? Ki? Szóval ő az. Jaj, lányok, sajnos semmi sem a régi. Régen a szórakozáshoz elég volt egy vastag pénztárca és egy kényelmes cipő. Ezek most. Mindezek mellé egy jóképű testőr is kell. Nem tudsz komoly lenni? Jaj, előttetek van. Előttetek van, ahogy én. Belépek a galériába ezzel a pasival az oldalamon. Terem. Nevetek, pedig nincs túl jó kedvem. Nincs jó kedved? Miért? Mi a gond? Mi a gond? Minden, édesem. Igen, minden. És Alejandro. Csak gond van. Veszekedtetek a férjeddel? Uh-huh. Jaj, Páz, a ti házasságotok tökéletes. Tökéletes volt? Tökéletes házasság nem is létezik. Az enyém tökéletes. Hé, lányok, Alejandro engem... Felszarvazott! Engem felszarvazott! Ne! Hogy? Esküszöm! A saját cégemnél el tudjátok ezt képzelni? Láttam egy vörös nővel, láttam a saját szememben. Az irodában? Jaj, nem, igen, a cégemnél. Ez nagy baklövés volt, ez így nem volt fair. Nem, erre nincs bocsánat, ne fogadd vissza. 6 méterre az irodámtól, és hallottam mindent hallottam. És? Igen, ez nagy baklövés volt, na de azért ez mégsem olyan nagy ügy. Hogy az nem én nagy férjem is megcsal, és én is őt, de ettől még boldogok vagyunk együtt. Na de senki nem mondta, hogy a család alapja a kölcsönös tisztelet és őszinteség. De, és mi nagyon is őszinték vagyunk egymással, he? Tudjuk, hogy a másiknak megvannak az úgymond saját ügyei, már mintha néven kell nevezni. Nagyon aggaszt a dolog, lányok, nagyon aggaszt. Tudod, mi kellene neked, Páz? Vigyázz, hogy mit mondasz. Egy kis könnyelműség, mucikám. Könnyelműség! Nem tudom neki, nem tudom. Jól van. Szóval akkor
kölcsönadod a testőrödet, ugye? Ré, na de, Mucikám, megőrültél? Szegény Ágirre nem valami tárgy, meg kell kérdezni őt is. Fezasszony! Hogy smit? Gabriela! Hogy van? Köszönöm. Jaj, jól. Jaj, csinos lesz, nem akarok zavarni. Nem, nem zavar, nem probléma. Juan Manuelt keresem, itt van valahol igen, a közöttem? Igen, hát persze, itt van. Ott van, Ágirre! Nézze, ki van itt! Hey, szép fiú! Rá, itt vagyok! Miért ejtettél úgy? Én vagyok az a durva csaj! Hey, szép fiú! Virícs, ha tudsz! Mit a gyűrödést? Má-má-má! Tetszett? A rakendról még nem megy olyan jól, de egyszer majd énekelhetünk duettet. Mi az? Mi a baj? Mi ez a dallam? Amit az előbb énekeltem? Nem tudom, de jó az a címe, hogy... Várj, hallgass már! Igen, ez igazi muzsika! Jaj, de szépen játszik ez a nő, Istenem! Jaj, micsoda muzsika, reménytelen szerelemre emlékeztet! Inkább az ebédfőzésen járjon az eszed, teszed azt? Jaj, ne! Pacheco, bemutatom Inest, a zongora tanárnőm. Nicolás Pacheco, a testőröm. Örvendek, hölgyem. Ugye hallottad? A kedvencedet játszotta. Igen, hallottam. Pacheco is tudám zongorázni. Igen. Megvan, játszanak négykezest, csodás lenne. Most neked kell gyakorolnod. Játszhatunk négykezest, ha akarja. Nem, nem játszom. Pacheco nehéz esett. Megvan! Játsz rockot! Kerítek gitárt, biztos van itt valahol. Nem játszom semmit. Hogy Pacheco, mit gondolhat most rólad Inés? Nem mindig ilyen mogorva. Néha még rosszabb. Nem. Nicolásnak rockzenekara volt. Ki hinné? És hosszú haja volt. Igen. Bocsánat. Nem túl barátságos. De ha megismeri az ember... Gabi, megmagyarázom, mert van magyarázat, tényleg? Jó. De addig kapcsolt ki ezt az izét itt a... Nem, mert nyilván nem ok nélkül ülök. Leég a fejem, három órája alatt ülök. Juan, mi van? Láttalak az utcán. De hogy itt voltam, Gabi, végig. Nem, szívecském, az utcán láttalak a házunk mellett, tudod, amerre Gabi, haza szoktunk menni végig, a parkból. Végig kazaszonya voltam. Mindenhol plakát van rólad, plakát. És te vagy rajta. Mi? A plakáton? Igen, szívecském, tele van az egész város az arcképeddel. Mi? Nem. Komolyan mondom, alig hittem a szememnek. Ne. Nagyon meglepődtem. A falban is vannak plakátok? Jaj, ne. Nem tudom, ott vannak-e, de szerintem az egész országban. Ne. Miért? Ne szégyed, szerintem nagyszerű lett. Jaj, hát hazudnék neked, neked. Dehogy is csak. Rajta. Igen? Ráadásul a külsőd is vagy nyugatias, mintha... De miért pont Máté és tejet reklámozom? Egy kis Máté, aranyos, egy kis tej, tudod? Hogy megyek így haza a faluba, gondolj hogy bele! Van szó, szeretnék egy plakátot, ne. Hogy elküldjük a faluba, kérek egyet, pázasszony! Asszonyom! Hogy nem ír rá, ne zavarj sem, hogy semmi van! Semmi van! Kedves hölgy! Nem szállat meg a körömlakkom, azért nem jöttem idáig. Miben segíthetek? Én mondtam Juannak, hogy láttam a teljes plakátot. Látta? Igen, tele van vele a város. És lenne önhöz egy nagy kérésem. Gabi, ne! Add egy plakátot, hogy büszkeségből elküldjük a falukba. Egyet, csak egyet. Miért csak egyet? Örülnének a neki az ottaniak, igen. Elküldök 2000-et. Ne. Jó, ez nagyszerű lenne. Hogy is mondják, csillag született. És ha látná, milyen remekül sikerült a televíziós reklám. A tévében is benne leszel. Káprázatos, Gabriela. Csináltam, ez minden tényleg. De jól van, de ugye nem vagy féltékeny. Nem, épp ellenkezőleg büszke vagyok rád. Na és... most hogy vagy? Furcsa. Ezért kezdtem el a terápiát. Fel akarom dolgozni, amit érzek. Értem. És arra kérlek, hogy segíts. Ne hagyd most egyedül.
persze, de egyelőre Pázzal is gondjaink vannak. Jó, tudom, tudom. Nem szándékozom beleszólni a Pázzal való kapcsolatodba. Szeretném, ha jól lennél. Nagy lelkű vagy. Nem nagy lelkű vagyok, hanem szerelmes. De igyekszem lezárni ezt a viszonyt. Visszaadom a szabadságodat. De egy időre maradj velem, jó? Jó van. Nem... Nem hagylak magadra. Rajta, Páz, szólj már neki! Szólj neki te! Olyan gonosz vagy, Páz! Jaj, bocsánat! Hogy is hívják magát? Ha? Magát! Agire! Ó, Agire, nézze! Lenne egy kérésem! Szeretném, ha a kísérőm lenne. Köszönöm, ha úgy... A barátnőm azt akarja ezzel mondani, hogy... Igen! Jaj, Agire! Most látom csak a haját! Nem, nem, olyan a fejem, mint egy széna volt. Nem! Istenjen áll magának, csodásan nézni! Nem, tényleg Isten! Na jó, figyeljen! Igen. Szóval az én barátnőm, jó a haja egyébként, nekem hát tetszik tényleg. Hogy is fogalmazzak, a hölgynek van egy ajánlata. Igen, egy ajánlat, estére vagyok hivatalos. Remek, remek. De... Egy művészeti kiállításra, okay. De a művész, aki ki fog állítani, nem tartozik a kedvenceim közé, aha. Nem szeretem. Igen, és nemrég jöttem haza Európából, és csak most tudtam meg, hogy időközben milyen botrányos lett a közbiztonság Buenos Aires-ben. Botrányos, ez a sok ember. És amikor elmentem, ez még nem volt jellemző. Elmenni egyedül valahová, viszont a kiállítás is fontos, Agire, vagyis egy szó mint száz, testőrre van szükségem. Nem ismerek szabad testőrt, maga igen, asszonyom? Ó, nem, nem, Agire, maga nem értett meg engem, én nem akármilyen testőrt akarok, én egyet akarok még hozzá, egyedül magát. Neked maga kell. Nem, nem, nem. Páz. Nem, igazán nem tudom. Páz, ne. No. Nem tudom, Páz asszony elenged. Ne. Persze, ne. Hogy elengedi, Páz, értem. Nem is lehetne boldogabb, nem így van, Páz? Ugye elengeded, Agire? Elenged a barátnőjét? Persze, Páz, boldog, Páz, nagyon boldog, Páz, Páz, teljesen boldog. Boldog, hogy akkor elmehet. Menjen, Agire, menjen, menjen, Agire. Az enyém. Nem szabályos. Tényleg nem gond? Ön nagyon komoly dolog rockénekesnek lenni. Úgy néztél ki, mint az a Beatles, vagy mi? De ezzel az arccal és ezzel a testtel... Befejeznétek! Hé! Hey. Milyen durva vagy. Jellemző, ha valaki rocker és majom. Jobb, ha folytatom a főzést. Nem, egyelőre velem jössz a kamrába, mert eszembe jutott valami. Kitalálunk egy új receptet, na gyere. Új receptet? Gyere, ez a legjobb csépektől, tanultam az asztmát. Ne lőttes! Nekem az újra. Rossz kedved van? Igen. Hagyjalak egyedül. Légy szíves. Szépen zongorázik ez a nő, nem? Rúgd ki! Mit mondtál? Sosem kértem semmit. De ezt a nőt rúgd ki, kérlek. Szeretném, ha távozna. Miért? Nem tetszik a stílusa, mert nem tetszik a játéka, mert nem érdekel a zongora. De eddig nem ezt mondtad. Az eddig volt, de most van. Meggondoltam magam úgy, hogy távozzon. Miért? Megbántottalak? Durva voltam? Még nem tudom, hogy valóban zongora tanárnő-e. Kifizetek 3 hónapot, jó? Nem, sajnos nem jó. Ha a zene nem tetszik, választunk mást. A képzettségemet illetően elhozom a diplomám. És másom is van. Rengeteg időm és nagy türelmem. Ezeket itt hagyom, nézd át őket. Aztán együtt gyakorlunk. Legközelebb, jó? Na, Rita, kísérd ki a tanárnőt, elmegy. Értettem, legközelebb. Tessék erre. Jaj, tanárnő, csak egyetlen kérdés. Mi a csillagjegye a kínai horoszkópban? Miért érdekli? Nem bírom már tovább. Nagyon szomorú dolgokon megy keresztül. Egy kisbabát elszakítanak az anyjától a születésekor is. És nem lesz anyja. Ez borzalmas. Szegény baba.
Szegény kislányom. Szia, tati! Nem fogsz hinni a szemednek, hogy mit hoztam? Egy plakátot? Tadam! Apa! Látod? Honnan szerezted ezt? Nem isteni! Nem jó képű, az utcán téptem le. Jól néz ki. Most nem tudom, hová tegyem, itt levágom ollóval. És mi ez a plakát? Szépen levágom, mit szólsz hozzá? Jó lesz, úgy. Apád reklámozza a Matés tejet Pázasszonynál. Zseniális! Isteni! És nem vagyok féltékeny, épp ellenkezőleg örülök a dolognak. Tudom, hogy apának ez fontos. Mi az, Tati? Nem is figyelsz rám? Szomorú vagy? Majd van csillagom. Nincs. Nincs. Mi az? Semmi. Rossz kedved van, nem tetszik, hogy apád szerepel? Nem, dehogy is tetszik, csak az a baj, hogy... Van? Hogy Pázasszonynak... Igen? Szóval Pázasszonynak van egy húga. Igen, Victoria. Igen. És? Nem tudom kiverni a fejemből. Pacheco, azt csináltam, amit te mondtál. Kidobtam a nőt, de nem akar felmondani. Árulj el valamit. Miért akarod kidobni? Ismered valahonnan? Ártott neked? Jól van. Voltam olyan bolond, hogy azt tettem, amit kértél, erre köszönetképpen csak hallgatsz. Ő az anyám. Tessék. Az a nő az anyám. Az anyád? De idegenként viselkedtetek. Ismeretlenként. 10 éve egyszer sem láttuk egymást. De miért? Ne haragudj, de nem mondtam el. Annyit mondhatok, hogy nagyon megbántott. Ezért kértem, hogy dobd ki. Ne aggódj, csak időkérdése. Eddig még minden zongoratanár feladta. Nem is értem, hogy került ide. Ki vette fel? Valószínűleg hozzád akart közel kerülni. Késő. Bízhatok benned. Ne szól senkinek, jó? Megteszed? Igen, persze, hogy meg. A te anyád nagyon rendes. Ezt ne felejtsd el. És mindennek tetejébe Aguirre elment a kiállításra nekivel. Miért engedte el vele? Nem engedtem, próbáltam mutogatni, de nem vette a lapot, érted? Aha. Mit várt? Jól ismeri nekit? Nem is tudod, mennyire oda van Aguirreért, hihetetlen. Nem is csoda, de hát mit tehetnénk? Megmondom őszintén. Igen? Attól félek, kikészíti Aguirre-t. Vagy élvezni fogja. Anya, beszélhetni? Bocsánat. Barbara, fáradt vagyok, pihenni szeretnék, ne haragudj. Tudom, hogy csúnyán viselkedtem reggel. Dühös voltam, nem gondoltam komolyan, amit mondtam. Nem gondoltad komolyan? Esküszöm, ha most derült volna ki életem derekán, hogy rossz anya voltam, véget vetnék az életemnek. Nem, anya, nem. Szörnyűségeket mondtam, de csak dühömben csúsztak ki a számon. Mit csináljak, hogy megbocsáss nekem? Gyere anya, ide! Ne haragudj! Bocsáss meg, anya! Ne haragudj. Nem haragszom, de hogy... Miért hívtál ide? Nem bírom tovább, Ines. Nem tudok tovább így élni. Mi történt? Nekem muszáj beszélnem valakivel, hogy jobb legyen. Miről?
Victoriáról van szó. És a lányáról, Victoria lányáról. Az unokámról. Jaj, végre itt vagyunk. Jó estét, köszönöm szépen. Szívesen. Adére, nézze csak, vegyen egyet. Nem, köszönöm. Ó, jól van, köszönöm. Adére. Köszönöm. Ó, sziasztok, sziasztok, puszi. Hogy vagy? Jó, köszönöm, puszi. Jó estét, örvendek. Jó estét. Találkozunk még? Persze, itt leszünk végig, majd még beszélünk. Jól van, jó szórakozást. Jöjjön, Adére. Elbűvölő, nekem nagyon tetszik, csodás. Szia! Mint egy álom. Igen, szép. Na de, Adére, jöjjön. Isteni. Igen. Ez egy karácsony. Igen, felismerte. Igen. Akkor helyes. Jaj. Jön, egyetlen percre se hagyhat magam. Ne aggódjon, végig résen leszek, nem kell aggódnia. Nem, miattam kell résen lennie, nem más miatt. Tessék? Ó, milyen jó a haja. Örülök. Olyan sejmes. Szerintem menjünk, vegyüljük el. Jó, imádom. Mit mond? A szinkront az RTL Klub megbízásából a Hangkép szinkroncsoport készítette.